Üdvözöljük az univerzum sötét oldalán, a végső kozmikus szörnyetegek vadászatán. Míg a tudósok az eget fürkészik, mi a modern számítógépes szimulációkkal fedjük fel a fekete lyukak különös erejét. Utazás oda, ahonnan nincs visszaút. A természet legvégső senki földjére. Az univerzum rejtélyei. Fekete lyuk. A végtelen másik oldala. Üdv a saját házunk táján. A tejút csupán egy az univerzum több mint 1 milliárd galaxisa közül. És a napunk csak egy a tejút több mint 100 milliárd csillaga közül. Azt hittük, hogy mindegyik olyan barátságos, mint a mi napunk, a kozmosz végtelen és sötétjében. Ma már többet tudunk. A világegyetem minden képzeletet felülmúlóan erőszakos. Az erők szétszaggatják a teret és az időt. Tartsanak velünk a sötét oldalra, egyenesen egy fekete lyuk belsejébe. Cape Canaveral, Florida. Ahhoz, hogy megértsük a fekete lyukakat, egy új dimenzióba kell lépnünk. Egy rakéta orrába építettük be a Swift nevű teleszkópot. A küldetése a kozmosz talán legtűnékenyebb objektumainak vadászata. A fekete lyukak olyan sűrűek, hogy még a fény se győzi le a gravitációjukat, és nem érzékelhetőek. De ma tele vagyunk bizakodással. A tudósok arra számítanak, hogy a Swift elrepíti őket az emberi tudás határáig, és azon túlra is. Hogyan találjunk meg valamit, ami a sötétben bujkál? Keresnünk kell a beszédes jeleket. A Swift berendezéseit a nagy energiájú sugárzások észlelésére tervezték. A gamma sugarak nem hatolnak át a Föld légkörén, de a világűrben a Swift az első sorból láthatja azokat. Egy fekete lyuk születésekor jelennek meg. Akkor, amikor egy óriás csillag a szupernovának hívott láng tengerben hal meg. A robbanás olyan erőteljes, mintha 1 milliárdszor 1 milliárd nap robbanna fel. Az események elindítója az a törvény, ami a kozmoszt irányítja, a gravitáció.
A tudósok szerint a gravitáció az a rejtélyes erő, amit a naphoz hasonló objektumok sugároznak a térben. De mi van akkor, ha maga a tér az, ami a gravitációt szolgáltatja? Egy valaki így látta a dolgokat. Albert Einstein számára a tér egy hajlítható, négydimenziós anyag, amit úgy nevezett, hogy téridő. És a gravitáció az a nagy tömegű testek által meghajlított tér. Horpadást hoznak létre a téridőben. Az objektumok a vonzás körébe érnek, és keringeni kezdenek körülötte. Einstein elmélete radikális elképzelés volt, különösen akkor, ha jobban szemügyre vesszük. Hogyan képes meghajolni a tér? A tudósok egy szinguláris csillagtól kapták meg a választ, amelyik 25-ször nagyobb, mint a mi napunk. A nevét is innen kapta. Vörös óriás. Ez a csillag még néhány millió évig él, ami töredéke a mi napunk élettartamának. A mélyén a gravitáció roppant ereje 1 milliárd fokos hőmérsékletet eredményez. A könnyebb elemek nehezebbekké fuzionálnak. A hidrogénből hélium lesz, aztán szén, majd vas. A mag tömege olyan gyorsan nő, hogy önmagát roppantja össze. Az összeomlás hatalmas lökéshullámot indít el. A csillag egyre mélyebbre süllyed a téridőben, ahogy a fekete lyuk formálódik a közepén. Amint elül a por, nem marad más, csak a fekete lyuk. Egy objektum, melynek tömege a Föld 1 milliószorosa, de annál 1 milliószor kisebb. A fekete lyuk valójában egy szúrt seb a téridő anyagán. Közelebb menve a gravitáció örvénylésé válik. Mint egy rohanó folyó, ami egyre gyorsabban ránt minket a vízesés felé. Minél közelebb vagyunk, annál erősebb az áramlat. Oda tartunk, ahonnan nincs visszaút. A kozmoszban ezt hívják eseményhorizontnak. Ennek a peremén túl nincs menekvés, még a fénysugárnak sincs. A fekete lyuk a gravitációja maximális, mégis egészen hétköznapiak. A csillagászok több tucat fekete lyukat észleltek a galaxisunkban, így akár több 10 millió is lehet belőlük. Ám a gravitáció nem áll meg itt. Tudjuk, hogy sokféle fekete lyuk létezik odakint a kozmoszban. A tejúton túli galaxisok vizsgálatakor a csillagászok úgy találták, hogy szinte mindegyiknek a közepén egy hatalmas fekete lyuk tátong. Egy galaxis viszi a pálmát. A neve M87. Az ott lévő fekete lyuk tömege a mi napunk tömegének a 4 milliárdszorosa. Még nyomot is hagyott. Egy erőteljes kilökődést, ami közel fénysebességgel terjed. Hogyan képes ilyesmire egy lyuk?
A válaszhoz tekerjük vissza a kozmikus órát 14 milliárd évvel, az univerzum születéséhez. Az ős robbanáshoz. Az univerzum tágulásakor anyag és energia lökődik ki. Hogy megtudjuk, honnan származnak a fekete lyukak, a tudósok számítógépes szimulációkkal újrajátszották ezeket a korai időket. Nyomon követik a galaxisok kialakulásának hosszú és állandó folyamatát. A gravitáció kezdettől fogva jelen volt a kozmoszban. Ez vonzotta egymáshoz az ősi gázokat. Szó sincs szelíd felhőkről, ahogy nőnek, egyre sűrűbbek és forróbbak lesznek. Évmilliók múltán elég forróak lesznek ahhoz, hogy begyulladjanak, és megszületnek az első csillagok. Az életüket hatalmas szupernóvaként fejezik be, miközben a magjuk belezuhan egy fekete lyukba. Évmilliárdokkal később és egy milliárd fényévvel távolabb a Swift ugyanilyen korai szupernóvákat keres az égbolton. Általuk tudhatjuk meg, hogy mivé válnak a korábban kialakult fekete lyukak. A csillagászok úgy vélik, hogy némelyik hatalmas méretű dagadva a saját galaxisának a közepe felé tart, ahol bekebelezik az ott lévő gázt és a csillagokat. Valamelyik fekete lyuk még nagyobb lesz, amikor mások útját keresztezik. A tudományos szimuláció követi a galaxisok ütközését, a drámát, ami akár 2 milliárd évig is eltarthat. A két galaxisból egy lesz. A közepükön lévő fekete lyukak összeolvadnak, és egyetlen elképesztő méretű erőművé alakulnak át. A bekebelezett gáz összesűrűsödik, felmelegszik, és erőteljes hullámokban kilökődik. A hatalmas fekete lyukakból érkező lökéshullámok több ezer fényévnyire jutnak a térbe. Egy új galaxis vázát adhatják, kialakítva annak méretét és formáját, és valami váratlant tartogatva a számukra. A fekete lyukak döntő szerepet játszhatnak abban, hogy a galaxisok megteljenek a csillagok anyagával, szénnel, oxigénnel és vassal, a naprendszer és a mi építőköveinkkel. Mégis, hogy néz ki a mi galaxisunk? Andrea Ghez csillagász arra kíváncsi, hogy nekünk is van-e saját szupernehéz fekete lyukunk. E kérdést megválaszolandó több mint 10 éve dolgozik ő és a csapata a Hawaii Mauna Kea vulkánnál. A hatalmas Keck teleszkóppal a galaxisunk közepén lévő különös jelenséget figyeli. Csillagok egy csoportja örvénylik körülötte, amelyeknek folyamatosan méri a sebességét. A távcsöve olyan hatékony, hogy képes keresztül nézni a tejút 26 ezer fényév széles kozmikus porán, egészen a galaktikus középpontban lévő csillagokig. Bármit ragadnak is magukhoz, annak sebessége majdnem eléri az 5 millió kilométer per órát.
Ennek ismeretében Andrea és csapata úgy számol, hogy a bűnös tömege a napunk tömegének majdnem 4 milliószorosa, ami perdöntő bizonyíték arra, hogy a mi galaxisunk közepén is egy szupernehéz fekete lyuk van. Andrea úgy igazolta a fekete lyuk létét, hogy azt nem is lehet látni. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lenne személyesen ott lenni. Kíváncsiságból meglátogatjuk a tejút középpontjában lévő szörnyeteget. Űrhajó egyhamar nem fog odajutni, de minket ez nem állíthat meg, hiszen a legmodernebb távcsöves megfigyelések és számítógépes modellek állnak a szolgálatunkban. Elhagyjuk a kertvárosi részt, ahol élünk, ami a galaxis közepe felé van félúton. Előttünk a tejút. Olyan hatalmas, hogy még a fénysugár is 100 000 fényévig utazik, amire elér az egyik végéből a másikba. Következő megállónk a galaxisunk csillagokkal teli központi része, amit egyszerűen csak Dudornak nevezünk. Tovább haladva, a csendes zsákutca egyre zsúfoltabb lesz. Előttünk tornyosul egy porból, csillagokból és forró gázból álló hatalmas forgalmi dugó. Itt mindig csúcsforgalom van. Közeledünk a középponthoz. Az úton a pusztulás egyre több jelét látjuk, egy szupernova maradványait és egy örvénylő felhőt. Az eddigi utazásunkat Andrea és a többi csillagász is bejárta már. A rádióhullámoktól a röntgensugarakig, a fény teljes spektruma alapján jelölték ki a mérföldköveket. A megfigyeléseik alapján a senki földje vár ránk, egy belső zóna, amit a tér saját feneketlen étvágya tett ilyen sivárrá. Egy örvénylő, szuperforró gázfelhő. A fekete lyuk beszippantja a gázt, amelynek nagy részét hátul fújja ki. Innen válik minden furcsává. Amit most látunk, nem egy ügyes hollywoodi különleges effektus. A tudósok első ízben tesznek láthatóvá egy utazást a fekete lyukba. A vezetőjük Einstein és mindaz, amiről az ő egyenletei mesélnek nekik. A tér annyira hajlított, hogy egy hatalmas lencseként működik, és eltéríti a rajta áthaladó fényt. Átlépjük az eseményhorizontot, ahonnan nincs visszatérés. De ne higgyék azt, hogy a fekete lyukban sötét van. Óriási mennyiségű energia és anyag örvénylik benne. A káoszban megbújva létezik egy pont, ahol a fekete lyuk tömege összpontosul. Ez a szingularitás.
Képzeljék azt, hogy ez egy vihar szeme, ami varázslatosan nyugodt, és ahol Einstein egyenleteinek különös jóslatai válnak valóra. Egy átjáró vár ránk, egy vészkijárat a téridőből, az úgynevezett féreglyuk, amin keresztül a fehér lyukba jutunk. Itt ugyanaz a logika érvényes, csak fordítva. Itt a beszívódás helyett az összes fény és anyag kilökődik. De vajon hová? A féreglyuk az a hely, ahol egy fantasztikus film szereplője átjut egy másik univerzumba. Csak a valóság egy kicsit más. A fekete lyuk belseje még egy féreglyuk kialakulásához is túl erőszakos hely, nemhogy a mi számunkra. Ez a természet végső haragja. A minden képzeletet felülmúló pusztítás. De valóban az? Valójában így működik egy nyughatatlan univerzum. Réges-régen, amikor ez a fekete lyuk még fiatal volt, a tomboló szelek elemekkel töltötték meg a galaxisunkat. Segítették a napunk és a bolygók kialakulását, és azokét a teremtményekét, akik az égre nézve azt kérdik, mi az a fekete lyuk? A választ kutatva, sötét titkokra és ragyogó felismerésekre lelünk. Olyan titkokra, amiket a végtelen másik oldaláról csentünk el. A magyar változat munkatársai Lerner Balázs, Morvai László, Csénémet Bálint, Masol Ildikó, Berzsenyi Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.